Sok szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük az üdvös adventi énekeskönyvből a 99-es számú éneket. Egyetlen barátja van lelkünknek. Térdeinket, és úgy imádkozzunk. Vagy a mennyekben, Úr Jézusunk, köszönjük, hogy Te szeretsz minket. Köszönjük, hogy Te vagy a mi legjobb barátunk. Köszönjük azt, hogy Te vagy a mi orvosunk. Köszönjük, hogy velünk voltál ezen a héten, megőrizted a mi életünket. Köszönjük, hogy érezhettük a Te jelenléted. Most kérünk, hogy mi is Te veled legyünk. Kérünk, jelenj meg közöttünk, és Te taníts minket. Légy kérünk azokkal is, akik nem jelenhettek meg. Éreztesd velük is szombatnapnak áldását. Kérünk Tégy többet kéréseinknél. Amen.
Szeretettel köszöntök minden jelenlevőt és mindenkit, aki az online területen követ bennünket a ma esti istentiszteleti alkalommal. Örvendek, hogy ilyen sokan jelen vagyunk, és bevezetőül felszeretném olvasni alapigének a Kolossébeliekhez írott levél 4. rész 6. versét. A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett. Nem tudjátok, hogy mi módon kell néktek, kinek-kinek megfelelnetek. Isten ígéje nagyon sokszor foglalkozik azzal, hogy mit és hogyan beszélünk. Kivel és kinek mit mondunk. A beszéd, ha bár szinte semmiségnek számít, egy kicsi semmiség képes egy egész életet irányítani, képes egy egész hozzáállást kiváltani bizonyos emberekből. Ha valami sikerült az elmúlt 2 év alatt, az az, hogy a beszéd által az emberiséget 2 nagy csoportra osszák. És mi több, szerintem sokkal jobban sikerült, elbeszélgetve más felekezetben levőkkel is, az új protestáns egyházakat beszéd által 2 külön csoportra osztani. Van egy csoport, amelyik azt mondja a másik csoportnak, hogy azért vedd be már azt az oltást, mert ha nem meghalsz, és van egy másik csoport, amelyik azt mondja, na, ha bevetted az oltást, akkor 2 év múlva meghalsz. És mind a 2 csoport követ valakit. Az egyik ezt olvasta Libe professzortól, a másik ezt olvasta Tyúk professzortól, soha előtte nem találkozott ezzel a professzorral, soha se tudott semmit róla, de most, ha ezt mondta Liba és ezt mondta Tyúk professzor, akkor ezt kell kövessem és ezt kell tegyem. És miközben követjük ezt a 2 professzort, Liba és Tyúk professzort, valaki valahol azt mondja, hogy bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ők nem azért jöttek erre a világra, hogy Libát vagy Tyúkot kövessenek, hanem azért, hogy engem kövessenek. És talán mennyivel más volna a hangulat közöttünk, mennyivel más volna a hangulat az emberek csoportosulásában, hogyha ahelyett, hogy mondanánk most valamit, inkább hallgatnánk, és az egyik oldal, amután lejár a világjárvány, azt mondja, hogy testvérem, tudtam, hogy nem vagy beoltva, ezért én imádkoztam és bőtöltem érted, hogy az Úr megőrizzen téged. Illetve 2 év múlva a másik elmenyes azt mondja, testvérem, tudom, hogy be vagy oltva, és imádkoztam és bőtöltem érted, hogy azt, amit mondanak, hogy bekövetkezhet, ne következzen be a te életedben. Isten valahogy így képzelte el az ő közösségét. Jézus Krisztus így képzelte el az embereket, hogy őt kövessék, és ő legyen az első helyen. És erre adta a beszéd képességét az embernek. Erre adta a beszédet, hogy ezáltal tudjunk kommunikálni, tudjuk egymást bátorítani, és tudjuk egymást erősíteni azon az úton, amelyre Isten elhívott bennünk. Ha megnézzük a Szentírást, a beszéd szempontjából egy keretes mű. Mivel indul a Szentírás? Isten beszédével, Isten szavával. Isten azt mondja, hogy legyen. És mivel ér véget a Szentírás? Szintén Isten szavával. Isten beszédével, amikor azt mondja, hogy hamar eljövök, vagyis mondhatom úgy is, hogy leszek. És a 2 között, a legyen és a leszek között, ott van Isten kinyilatkoztatása, hogy vagyok,
aki vagyok. Ha megnézzük a teremtés történetet, rájövünk arra, hogy mennyire nagy felelősséggel bírunk akkor, amikor mondunk valamit szavaink által. Istennek szavában, a legyenben teremtő erő van. Isten ezáltal a semmiből létrehoz valamit, a semmiből megalkot valamit. A káoszból értelmet teremt. És Isten az embert a saját képére és a saját hasonlatosságára teremtette. Ez nem azt jelenti, hogy az én szavam után is a semmiből élet fog előállni. De az én szavam is lehet bátorító a mellettem levőnek. Az én szavam is lehet felemelő a mellettem levőnek. Ahogy Isten a semmiből egy értelmet alkotott. Mivel engemet Isten az ő képére és az ő hasonlatosságára teremtett, ezért nekem is kötelességem szavaimat úgy megválasztani, úgy használni, hogy ezáltal építő munkát tudjak elvégezni. Ha megnézzük Ézsaiás könyvének 55. részét, és ott a 10, a 11. verset, rájövünk arra, hogy Istennek beszéde megteremti a jót. Mit hoz létre a te beszéded? Mit alkot meg az én beszédem? Valóban jó terem mögött. Amikor mondok valakinek valamit, meg vagyok győződve arról, hogy ezáltal egy jót tettem az illető ember iránt. Meg vagyok győződve, hogy beszédem által felemelem a mellettem levőt. Vagy csak arra használom a beszédemet, hogy önmagam igazoljam, hogy magamnak bemagyarázzam, hogy miért van nekem igazam, és közben nem érdekel, hogy mit hintek a beszédem által magam mögé. A példabeszédek könyvének 15. versében, meg részének első versében azt olvassuk. Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Hány és hány haragot tudunk mi támasztani beszédünk által? És annak függvényében, hogy éppen milyen a temperamentumunk, lehet nem is érdekel, hogy mi marad a beszédünk mögött. Isten, amikor megáldott bennünket a beszéd képességével, azért áldott meg vele, hogy támogassuk a mellettünk levőt. Azért adta, hogy segítsünk a mellettünk levőn. És nem azért, hogy egy fegyverünk legyen, amivel egymás ellen küzdjünk. Roboám szintén beszédre hallgatott. Roboám, amikor eldöntött valamit, hogy létrehoz az ő életében, szintén egy beszédre hallgatott. Csak ez a beszéd egy rossz beszéd volt. És mivel egy rossz beszéd volt, egy olyan szakadást hozott létre, amelyik hosszú évtizedeken keresztül otthagyta a nyomát a történelemben. Mi is választhatunk. Istennek beszédét szeretnénk követni, vagy az emberek tanácsait. A Szentírásban ott van Roboám példája elrendtettőként, hogy ne az emberek tanácsai után menjünk. Ne az emberek tanácsát hallgassuk. Ne arrafele hajoljunk, ami nekünk is megfelelőbb, hanem kérjük ki Isten akaratát. És Isten beszédét kövessük. Amit Isten szeretne irántunk, amire Isten szeretne bennünket vezetni, arra fele haladjunk, és azt a beszédet kövessük. Sokszor, még ha jó szándékkal is mondunk beszédet,
lehet romboló. Sokszor, ha nem tudjuk a körülményeket, amiben egy másik személy van, még ha jó szándékkal is próbálunk valamit mondani, a másik úgy értelmezheti, hogy megbántja őt. Ezért nagyon fontos az, hogy a beszédet valahol alátámassza a mi életünk. Ha az én életem alátámaszt egy beszédfajtát, egy beszédstílust, akkor ha mondjuk időnként egy személy még félre is érti azt, amit mondtam neki, az életemmel, a viselkedésemmel rájön, hogy nem úgy gondoltam, ahogy éppen mondani akartam volna. Isten szereti a tiszta beszédet. A Szentírás azt mondja, hogy ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem. Vajon hányszor állunk mi ki eme elv mellett? Hányszor mondjuk azt, hogy a beszédünk tényleg igen, igen, és nem, nem? És hányszor nem beszélünk úgy, hogy az igennek is megfeleljen, és a nemnek is megfeleljen? Hogy mindenki ki legyen békítve. Isten megáldott bennünket a beszéd ajándékával. De a beszédnek van egy nagyon fontos szerepe az én életemben és az én megváltásomban. Kapcsolódik-e valahogy a beszéd az én megváltásomhoz? Lehetek én beszédem alapján egy megváltott ember? Azt mondja a Szentírás Jakab apostol levelében, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Létezik tökéletes ember körünkben? Nem. Saját erőnkből egyikünk sem tökéletes. Következésképpen azt jelenti, hogy mindnyájan időnként vétkezünk a beszédben. A kérdés az, hogy amután vétkeztem a beszédben, mit teszek? Hogyan teszem azt jóvá? Hogyan közelítem meg ismét embertársaimat? És hogyan kérek bocsánatot amiatt, amit tettem? Van egy érdekes történet a Szentírásban. Amikor Jézus Krisztus bemegy a templomba, és ott látja az embereket, akik árulnak. És mit tesz Jézus? Jézus feldühödik, felborítja az asztalokat, és kikergeti őket onnan. A kérdés az, hogy miközben ő ezt teszi, azt mondja, hogy házamat latrok házává tettétek, habár ez az Isten imádatnak kéne legyen a helye. És a kérdés az, hogy azzal, hogy felborította az asztalokat, és hogy kikergette őket onnan, véget ér a történet, vagy nem? Történik még valami utána, vagy nem? Ideig mindnyájan tudjuk. Jézus bemegy, látja a dolgokat, mindenkit kikerget onnan. És a következő pillanatban mi történik? Jézus elkezdi gyógyítani a betegeket. Jézus beszédét minden alkalommal cselekedet követi. Jézus, ha azt mondta, hogy ez a megoldás, amit ti találtatok Istennek házára, nem megfelelő. Ez így nem mehet tovább, mert ez Istennek imádatának a helye. Amután kikergeti őket, bemutatja, mit jelent az Isten igazi imádata.
Bemutatja, mit jelent a másik embernek élni és szolgálni. Egyik oldalon ott van, mondjuk úgy, dühös Jézus, és másik oldalon ott van a Jézus, aki leereszkedik a beteghez, és meggyógyítja azt. Az én beszédemet, az én cselekedeteim mennyire követik? Amikor mondok valamit, vajon aki hallgat engem, azt látja, hogy vizet prédikálok és bort iszom? Vagy azt látja, hogy amit mondok, ha lehet nem is tökéletesen, de igyekszem betartani. A Kolossébeliekhez írott levél 3. rész 16. versében azt olvassuk, hogy mindig Krisztusnak beszéde legyen a mi szívünkben. És ez a beszéd, amely benn van a mi szívünkben, ez irányítsa a mi lépteinket. A zsoltáros olyan szépen mondja, tiszta szívet teremts bennem engem. A tiszta szívből tiszta beszéd származik. Kész vagyok-e a mai napon azt az elhatározást hozni életemben, hogy ezentúl csak is tisztán fogok beszélni? Kész vagyok-e elgondolkodni mindazon, amit teszek és amit mondok? És mielőtt kimondanék valamit, gondoljam át, hogy az valóban megfelele annak, amit Isten elvár tőlem. Van egy magyar közmondás, ne szólj szám, nem fáj fejem. Vajon Isten ezt várja el tőlünk? Vajon Isten azt várja el tőlünk, hogy mindenbe csak beleegyezzünk, és csak bólincsunk, hogy mindenkinek megfeleljen? Vagy elvárja azt, hogy legyen egy véleményünk? Isten elvár tőlünk egy véleményt. Isten elvárja tőlünk azt, hogy mindabban, ami az üdvösség szempontjából lényeges, mindazban, ami az üdvösséghez és az emberek megváltásához vezet, kiálljunk mellette. Kiálljunk és küzdjünk azokért az elvekért. De Isten sehol se várja el azt, sőt, mondjam úgy, egyáltalán nem várja el azt, hogy olyan dolgokon, amik nem az üdvösség témájában fontosak, nem az üdvösségemet befolyásolják, egy másikkal összeveszek, egy másikkal nézeteltérésítsak. A legyen, leszek és vagyok egy küldetést adott számunkra. Azt, hogy hirdessük az ő ígéjét, hirdessük az ő halálát, hirdessük az elveszett világnak az ő megváltását addig, ameddig eljön. Az én és a te beszéded eleget tesz-e ennek a küldetésnek? Eleget tesz-e Jézus Krisztus eme felhívásának? És ha meg vagyunk győződve arról, hogy mi teljes mértékben eleget teszünk ennek a felhívásnak, akkor utána, amíg megmaradt időnket, amíg megmaradt beszédünket, használhatjuk másra is. De először ne feledjük el azt a küldetést, amire Isten elhívott bennünket. A legyen és leszek vár bennünket. Mi most itt vagyunk. És hogy leszünk-e vagy nem, az tőlünk függ, és a mi beszédünktől.
ma esti órában. Kérjük meg az Urat arra, hogy segítsen bennünket abban, hogy a mi beszédünk valóban építő legyen. Másokat megerősítő, másokat támogató, hogy együtt betöltsük azt a küldetést, amire elhívott bennünket. Amen. Meghívom a gyülekezetet, hogy fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a 101-es éneket. Csak Jézussal akarok haladni. Köszönjük te néked, jó atyánk, hogy a te legyen szabad által megalkottál bennünket, mint embereket, a te képedre, a te hasonlatosságodra. Add, hogy ezt a tisztséget, amiben részesítettél bennünket, kellőképpen fel tudjuk használni. Add, hogy a mi szavunk a te szavadat tükrözze, a mi cselekedetünk a te cselekedetet, azért, amikor megjelensz az égnek felhőin, amikor ismét velünk leszel, mi is te veled lehessünk. Köszönjük, hogy erőt ad számunkra ebben a kihívásban, ebben a küzdelemben, és hogy mindenkor mellettünk leszel és támogatsz szent lelked által, mert Jézus nevében kértünk. Amen. Bizony, mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mindezek meglesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Amen.